Olvassuk a Bhagavad Gita-nak a 10. fejezetéből a 11. verset. A fejezet címe az abszolútról, az abszolút fensége. Tésám évánu kampártam, aham agyána dzsamtama, násiám játma bávasztó, gyána dípéna bászvatá. Különleges kegyemből én, aki szívükbe lakozom, a tudás fénylő lámpásával szétoszlatom a tudatlanságból származó sötétséget. Legutóbbi alkalommal vettük az első bekezdést, és akkor most belemegyünk a második bekezdésbe. A modern filozófusok véleménye szerint megkülönböztető képesség nélkül az ember nem juthat tiszta tudáshoz. Nekik válaszolja a legfelsőbb úr ebben a versben azt, hogy segít a tisztoldadó szolgálatot végzőkön még akkor is, ha azok nem rendelkeznek kellő műveltséggel, és nincs elengedő tudásuk a védikus elvekről sem. Itt van egy érdekes pont, hogy ugye mit jelent igazi műveltség. Az Upanishadok leírják, hogy van a tudás megszerzésének van 4 lépése. Az első lépést azt úgy hívják, hogy sravanam, hogy hallunk a megfelelő tiszta forrásból. A második lépés azt úgy hívják, hogy mananam. Mananam azt jelenti, hogy elgondolkodunk azon, amit hallottunk. A harmadik az azt jelenti nidityászana, hogy nem, hogy csak elgondolkodunk, hanem alkalmazzuk a mindennapi életbe. Gyere, Bhakti Pád Prabhu. És a negyedik pedig, hogy átadjuk másoknak is. És amikor valaki átmegy ezen a 4 lépésen, akkor egyre mélyebb és mélyebb lesz a tudása. És az intelligenciának van 3 potenciája, ami kapcsolódik ezekhez a lépésekhez. Az elsőhöz, amikor hallunk, ahhoz kapcsolódik a Dharana Shakti, vagy a Smriti Shakti, ami azt jelenti, hogy memória. Hogy amikor hallunk valamit, akkor fontos, hogy meg tudjuk azt jegyezni, mert hogyha hallottunk valamit, és nem jegyeztük meg, akkor az egyik fülünkön bement, a másikon kijött, lehet, hogy közben volt valamilyen bizsergés, de akkor sok dolog nem történt, hogyha nem tudjuk azt megjegyezni. A második része, amikor elgondolkodunk azon, amit hallottunk, vagy amit olvastunk, ahhoz kapcsolódik a vicsársakti. Vicsársakti azt jelenti, hogy megértés, hogy próbáljuk feldolgozni, megemészteni mindazt, amit hallottunk. Nem elég csak, ugye ugyanúgy, hogy nem elég csak megenni az ebédet, hogyha nem tudjuk azt megemészteni, akkor abból nem lesz energia. A harmadik, a alkalmazás, amikor alkalmazzuk a mindennapi életünkbe, akkor abból származik egy megvalósítás, egy megkülönböztető képesség. Ehhez kapcsolódik a megkülönböztető képesség, hogy akkor ez alapján fogunk látni. Tehát, hogy ha van egy megvalósított tudásunk, amit alkalmazunk a mindennapi életben, akkor az segít nekünk ahhoz, hogy eszerint lássuk a világot. Például a Bhagavad Gita 14. fejezete beszél a kötőerőkről, és amikor ezt próbáljuk, nem csak hallottunk róla, próbáljuk megérteni és alkalmazni a mindennapi életbe, akkor erről lesz egy megvalósított tudás, hogy hol melyik kötőerő domináns, és hogy tudjuk főleg a jóság kötőjét behívni az életünkbe. És amikor ezt rendszeresen csináljuk, és próbáljuk átadni másoknak is, akkor abból lesz egy nagyon komoly megvalósítás. És ez a rész ugye arról szól a Bhagavad Gita-ban, hogy ha valakinek még itt van nehézsége, hogy nem jut el a megvalósított szintig, de őszinte, de szeretné szolgálni Krisnát, akkor Krisna belülről segíti. Mert az intelligencia, amit mi használunk, amit kaptunk eredetileg Krisnától, az is Krisnának az ajándéka. Aztán lehet, hogy ebből valaki többet kapott, kevesebbet kapott, egy apával beszéltem még jó pár évvel ezelőtt, és a lánya csinált valamilyen ostobaságot, és akkor mondta neki, hogy lányom, te
nem tolakodtál, amikor az észt osztogatták. Tehát, hogy lehet, hogy nem mindenkinek ugyanúgy jutott a karmája szerint, ugyanúgy, hogy az erőből nem mindenkinek ugyanúgy jut, a szépségből, a gazdagságból, mert mindenkinek más és más a karmája. De Krisna itt azt mondja, hogy legyen valaki intelligens vagy kevésbé intelligens, hogyha őszinte és odaadóan próbálja őt szolgálni, akkor Krisna megadja azt az intelligenciát, ami szükséges ahhoz neki, hogy eljuthasson hozzá, hogy tudjon tiszta odaadó szolgálatot végezni. Jó, ehhez van esetleg valakinek hozzáfűzése, kérdése? Bhaktipád Prabhu, neked van esetleg valami, vagy majd később? Most a tudás megszerzésének a négy szintje, Sravanam, Mananam, Nidityasana, és a... ezzel kapcsolatban. Aha, igen. Valakinek kérdés esetleg? Neked, igen? Nyugodtan. Az őszinteség, az intelligencia. Őszinteség, az intelligencia. Lehet, de nem feltétlenül, mert lehet valaki őszinte és csinálhat hülyeséget is közben. Tehát, hogy őszintén akar segíteni, de közben lehet a rossz dolgot csinálni. Most hallottam egy nagyon megdöbbentő történetet pár nappal ezelőtt. Nem pont az őszinteségről szólt, de hogy ugye van ez a mondás, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. És ez a második világháborúban játszódott, ugye a Németországban, amikor ugye érdekes volt, hogy a nácik között sokan vonzódtak a védikus tudáshoz, mert próbáltak belőle valamennyit profitálni, ugye a horogkeresztet is onnan szedték, az gyakorlatilag a szvasztikának a megfordítása. És az SS-nek a parancsnokát Himmlernek hívták. És Himmler, ő igazából vegetáriánus volt. És volt egyik alkalommal, amikor a masszőr masszírozta őt, és beszélgettek, és valahogy előkerült a vegetáriánizmus. És a Himmler beszélt a masszőrnek arról, hogy vegetáriánusnak kell lenni. És amit hangsúlyozott neki, az az, hogy azért kell vegetáriánus lenni, hogy valaki gyakorolja az ahimszát, az erőszakmentességet. És ebben kicsit a masszőrnek az elméje beleakadt. Ugye? Tehát, hogy a SS pont nem a erőszakmentességről volt híres, hogy azt hiszem a SS-hez kapcsolnak olyan 5-6 millió embert úgy megöltek. Tehát, hogy a háborún kívül csak az SS, akiket megölt embereket. És amikor Himmler a SS-nek a vezetője így prédikált az erőszakmentességről, akkor egy kicsit így felkavarta a masszőrnek az elméjét, aki nem volt vegetáriánus, de viszont nem ölt embereket se. És akkor megkérdezte Himmlertől, hogy kedves uram, hogy itt nekem egy kicsit beakadt az elmém, hogy ezt most hogy kell érteni, hogy a erőszakmentesség, hogy a SS pont nem az erőszakmentesség. Úgy látszik, elég bátor volt, hogy volt mersz ezt megkérdezni. Nem félt annyira, volt olyan kapcsolatban Himmlerrel. És akkor Himmler mondta neki, hogy igen, ez így van, de a világ javának érdekében meg kell ezt tennünk, hogy tisztogassunk, és akkor elfoglaljuk másoknak a területét. És amit a masszőr mondott erről, hogy Himmlernek volt ebbe hite, hogy igazából ő jót cselekszik, de ezzel együtt egy csomó embernek az életét kioltották, és akkor az erőszakmentesség ez össze tudta rakni. Ugye visszatérve arra, hogy
valaki őszinte vagy jó szándék, mondjuk ezt nem hívnám őszinteségnek, de lehet a legrosszabb dolgot csinálni. Valaki az erőszakmentességről prédikál, és közben egy brutális erőszakot elkövet. Ugyanígy, hogyha valaki őszinte, az jó dolog, de kell is tudni, hogy mi csinál az ember. Mert vannak olyan betegségek, például, hogyha valaki nem a megfelelő dolgot csinálja, akkor több kárt okoz, mint hasznot. Jó, tehát, hogy fontos az őszintesség, de az őszintesség mellé szükséges tudás is. És ez a vers, ez a 11. vers arról szól, hogy nekünk szükségünk van tudásra. És ezért van itt a Bhagavad Gita. Ez így jó? Ez így tiszta? Tiszta? Más kérdés, hozzáfűzés esetleg még? Hogyha nincs, olvashatjuk tovább? Akkor következő bekezdés. Az Úr azt mondja Arjunának, hogy csupán spekulálással nincs remény a legfelsőbb igazság, az abszolút igazság az Istenség legfelsőbb személyisége megismerésére, mert a legfelsőbb igazság olyan hatalmas, hogy kizárólag elmebeli erőfeszítéssel senki sem értheti meg. Ha az ember nem hív a legfelsőbb igazságnak, s nem szereti őt, akkor sohasem fogja megérteni Krisnát, a legfelsőbb igazságot, még ha millió és millió éven át folytatja a spekulálást, akkor sem. A legfelsőbb igazságot Krisnát csak is az odadó szolgálat teszi elégedetté, és így ő felfoghatatlan energiája révén feltárja magát a tiszta bhakta szívében. Tiszta baktának Krisna mindig a szívében van, Krisna, aki olyan, mint a nap, jelenlétével azonnal szétoszlatja a tudatlanság sötétségét. Ez az a különleges kegy, melyben Krisna tiszta baktáját részesíti. Szintén, amikor Srila Prabhupád beszélt egy közönség előtt, akkor beszélt arról, hogy hogyan tudjuk biztosan, hogy amit tudunk, az igaz. És beszélt, három fő bizonyítási módszer létezik. Igazából van 10, de ebből a három a legfontosabb. Az elsőt azt úgy hívják, hogy pratyaksa, hogy kapunk tudást az érzékeinken keresztül, az érzékszerveinken keresztül. A másodikat úgy hívják, hogy anumán, amitről itt Srila Prabhupád beszél, ez a spekulálás, ez a logikai következtetés, és a harmadik pedig a sabda, az a kinyilatkoztatás egy felsőbb autoritástól, vagy egy felsőbb forrásból. És hogyha nézzük ezt a hármat, az első kettő az tökéletlen, és a harmadik az pedig tökéletes, hogyha a forrás tökéletes. Tehát, hogy az érzékeink tökéletlenek. Itt Robi felkapcsolta a villanyt, mert itt kezd besötétedni éppen, és hogyha nincs világítás, akkor egy idő után már egymást se látjuk, sőt nem is tudjuk olvasni a könyvet, mert túl sötét lesz. Tehát, hogy az érzékeink nagyon korlátozottak, és az az információ, amit tudnak nyújtani, szintén korlátozott. A második az anumán, amikor spekulálással vagy logikai következtetésekkel próbálunk tudáshoz jutni, az szintén korlátozott, mert az a korlát, hogy mekkora az intellektuális kapacitásunk. És mivel az intellektuális kapacitásunk véges, még a tudósoknak is véges az intellektuális kapacitása, még a legkiválóbb elméknek is véges a kapacitás, az azt jelenti, hogy az sose lehet teljesen tökéletes, mert mindig van egy vége, amivel a logikával nem lehet túlmenni. Sri Chaitanya Mahaprabhu ebbe többször mutatott példát, mint az Istenség legfelsőbb személyisége alászállt 500 évvel ezelőtt, és a gyerekkori kefteléseit egy logika tudósként végezte. És amikor logikailag vitatkozott egy másik tudóssal, akkor legyőzte logikával azt a tudóst. És utána fogta a saját korábbi érvét, és azt megint legyőzte egy másik felsőbbrendű logikával. Utána fogta azt a második érvet, akkor legyőzte azt egy harmadik logikával,
És utána fogta azt a harmadikat, azt legyőzte egy negyedik logikával, és akik ott a gyülekezetben voltak, akkor már nem tudták, hogy mi igaz, mi nem, mert akkor egyszer az első is nagyon logikusnak tűnt, a második is, a harmadik is, csak amikor valaki jól tudja művelni a logikának a művészetét, akkor le tudja győzni azokat, akik kevésbé képzettek a logikának a tudományában. És ezzel mutatta, hogy ez a spekulálás, ez nem vihet el tökéletes eredményig, főleg, hogyha valaki a lelki világon, vagy a transzcendenciára próbálja alkalmazni, mert ott teljesen más törvények működnek, és a mi logikánk, az a mi általunk tapasztalt törvényekre van szabva, Lakshmi Nrisimha Devi Bhagavan Ki Jai, és amikor valaki a lelki világgal kerül kapcsolatba, teljesen másik törvények érvényesek. És a harmadik pedig a sabda, kinyilatkoztatás, és ez a kinyilatkoztatás az pedig, hogyha a forrás tökéletes, akkor a kinyilatkoztatás is tökéletes, és ezért fogadjuk el a szentírásokat, a Bhagavad Gita-t, a Védákat, Srimad Bhagavatamot, vagy a tanítványi láncolatnak a tudományát, mert ez a tökéletes forrásból az Istenség legfelsőbb személyiségétől száll alá, és akkor ez a tudás, ez tökéletes. A fontos az, hogy mi be tudjuk fogadni ezt a tökéletes tudást. Jó, ehhez valakinek hozzáfűzés, kérdés, bármi. Bhakti Pál Prabhu. Még nem, még most jutottunk el a negyedikig, de még nem néztük el úgy az egészet. Aha. De lehet amúgy, meg lehet nézni. De akkor az kéne, hogy valahogy, mert itt, hogyha közel tudsz jönni, hogy lehessen hallani téged. Vagy azt is lehet, hogyha ide jössz mellém, és akkor úgy állítom, hogy akkor hallható legyen. Bhakti Pál Prabhu akkor kicsit beszél arról, hogy mi ennek a négy versnek a kapcsolata, amit az előző Bhagavad Gita és Istogostikon vettünk már. Üdvözlünk a Facebook nézőket és a ittenieket. Igen, ugye ezek a, mint a minden írásban vannak főversek. Ugye van, úgy mondják, hogy Paribhasa Sutra, ez a egy vers, ami tartalmazza ennek a szentírásnak a minden filozófiát, mint egy mang, és a többi vers ennek a könyvnek magyaráz azt az egy verset. És akkor másik variáció, hogy van négy vers írásokban, Srimad Bhagavatamban is van négy csatorsloka, Bhagavad Gita-ban, a csatorn négyet jelenti, ami szintén az egész Bhagavad Gita-t foglalja össze, az egész Vaisnava filozófiát, és a többi vers, ami van Bhagavad Gita-ban, az magyaráz azt a négy verset, bontja ki. És ez egyik megközelítés. Ezért mondjuk a nagy bölcseknek elég Bhagavad Gita-ból csak azt a négy verset elolvasni, és akkor el tudnak mesélni 18 fejezetet. Legalább mondani valóját fognak érteni. Hát mit lehet, miről, milyen mondani való Bhagavad Gita-nak. És ugyanakkor másik oldalról, hogyha valaki tanulmányozza Bhagavad Gita-t, és megpróbál megérteni a négy verset, akkor megérti könnyed, segítség, hogy akkor mi a mondani való az egész Bhagavad Gita-nak. Ez egy nagyon nagy segítség, ezek a négy versek, a csatorn slóka. Akkor van még egy három kategória, ami minden tudomány vagy vallás alapján magyarázza saját filozófiát. Akár bármilyen vallás, akár materialista tudomány, vagy elmélet, inkább úgy mondjuk,
az is három kategória alapján magyarázza mindent. És ezek a slókák mindig három kategóriáról kell beszélnek. Ez a Sambandha, Abhideya, Prayojana. És akkor ugye Sambandha, ez azt jelenti, hogy ki vagyok én, és kivel érdemes kapcsolatba lépni. Kivel legyek kapcsolatba. És ez a Sambandha, őt magyarázza a tudást, akkor mondja, hogy ki vagyok én, mi a világ, ki Isten, mi a kapcsolat én és a világ között, mi a kapcsolat Isten és a világ között, mi a kapcsolat én és Isten között, és mi kell, hogy legyen. Ugye ez a Sambandha megmagyarázza, hogy amikor megértesz, akkor látni fogod, hogy kivel építsünk a kapcsolatot, hogy boldogok legyünk. Ugye ez a Sambandha. És ebben egy csatur slokában is van ez, amit mindjárt megmutatunk. Akkor van Prayojana, ugye Abhideya. Az Abhideya azt jelenti, hogy gyakorlat. Mi a gyakorlat, mi az út, mit kell tenni, hogy ez a kapcsolat az létrejöjjön. Ami már Sambandhából megértettem, kivel legyek kapcsolatban, most anyagi világgal, vagy Istennel, vagy valaki mással. És Abhideya mondja, jó, akkor ezek a gyakorlatok által el fogsz jutni oda. És a Prayojana magyarázza, hogy akkor milyen eredményt fogsz elérni, amikor átmentél ezen az úton. Mit fogsz tapasztalni, milyen valós dolgok fognak veled történni. Ugye? Például, hát mondja mindjárt, amikor 11. verset beszéljünk, akkor fogunk látni a Prayojanát, mi az eredmény. És ugye Krishna Das Kaviraj Goswami magyarázza, gyors, rövidre zárja, hogy mi a Sambandha, mi a Abhideya, hogy mi akar, kivel kell kapcsolatban lenni, mi a gyakorlat, és mi legyen az eredmény. És akkor Krishna Das Kaviraj Goswami három szóba ezt kifejti, a Chaitanya Charitamrita. Azt mondja, Bhagavan Sambandha, ez mit jelent? Hogy Istennel kell legyen a kapcsolat, ez a Sambandha, Bhagavan Sambandha, Bhakti Abhideya. Ez mit jelent? Odaadó szolgálat, az út. Bhakti Abhideya. Bhakti Abhideya. Igen, az odaadó szolgálat, ez az út, ahhoz, hogy legyen Bhagavan Sambandha, hogy Istennel legyen kapcsolat. És mi lesz az eredmény? Prema, Prayojana. Eredmény, Isten irányi szeretet. Ugye? Ez lesz az eredmény, hogyha valaki gyakorol bhaktit, és a prema által már kapcsolatban lesz a Bhagavannal. Meg lesz. Ez tömören összefoglalja az egész filozófiát. Bhagavan, bhakti, prema, ebben minden benne. Így van. Bhagavan Sambandha, bhakti, Abhideya, prema, Prayojana. Zseniális. Igen. És ez a csatur slóka ugyan a mindig egy jó, teljes információ, teljes filozófiának kell, hogy ezt tartalmaz. Kell, hogy elején legyen a Sambandha, hogy most ki, mi, hol, micsoda, ki, hova kapcsolódik, mivel kell kapcsolódni. Akkor mi a reális gyakorlat, és milyen az eredmény. Ez bármi. Akkor materialista filozófia akar bármilyen, de ez a három az ott van. Például nézzük a materialista filozófiát. Milyen a Sambandha a materialista filozófiában? Te vagy test, ugye? Te egy test vagy. Ez, ugye? Te egy test vagy. Akkor mivel kell kapcsolódni? A testeddel. Ez azt jelenti, élvezd a testedet. Ez a Sambandha. Kapcsolódj le egyre jobban, tapasztalj, minél több tapasztalatot szerezz ennek a testnek. Ugye élvezd az életet. Ez a Sambandha. Akkor mi a Abhideya, mi a gyakorlat, hogy lehet ezt megcsinálni? Érzékielégítés keresztül, mert ez a gyakorlat, nem? Akkor lesz a
szambanda, ugye, érzi kéregét, és a gyakorlat, hogy ezért vannak ezek az éttermek, mozik, bevásárló központot, az már a bideja. És akkor mi a prajodzsana, mi az eredmény? Halál. Ez az eredmény, hogy halál. Mert nincsen jövő. Ez lesz az eredmény, mert bele fog halni az egészbe. Szóval így láthatjuk, hogy minden a filozófiában ez a három benne van. Nem mondom a többi vallást, mert nem akarunk, főleg megy a felvétel, nem bántsunk senkit. Véletlenül ne sértődjünk, mi nem bántjuk senkit, csak véletlenül valaki ne sértődjünk meg, azért nem mondjuk a más vonalokról, mert különböznek, különböző, mondjuk, lelki vonalok különböznek egy kicsit Abhidhaya Prajodzsanába, még valahol Szambandába is, de mi most beszélünk a Bhagavad Gita-nak. És ugye itt a első vers a Csatur-slokának, ugye ez a nyolcadik, ki tudja? Nem tudjátok? Lila-sukha Prabhu kívül? Aham sarvasya prabhava, matasara pravartate. Ez pont, hogy ő, Krishna mondja, hogy az a lényeg, hogy ez a világ, ez az enyém. Én vagyok az oka. Aham sarvasya prabhava, minden tőlem származik, mindennek én vagyok a forrása. Matasara pravartate. És szóval mutatja, hogy én vagyok itt, mindennek a forrása, minden tőlem származik, és azt mondja, az, aki megérti ezt a szambandát, itt imatvá, azok a bölcs személyek, ők megértenek, hogy akkor a kapcsolódni kell nem az anyagi világgal, mert ez semmit nem ér, hanem Istennel. Itt imatvá bhajantimam. Ugye, akkor azok a személyek, akik értenek a szambandát, hogy ez a világ az ideglenes, az úgyis az Istennek az energiája, és értékesebb az, aki mögötte van a forrás, az Isten, akkor ez egy intelligens ember, és akkor ő elkezd szolgálni Krishnát. Ugye, itt imatvá bhajantimam, bhuta bhava samanvita. Igen. Ez a szambanda gyán, ugye. Akkor a kilencedik vers, ő már beszél, hogyan csinálnak, mi az abideje, mi a gyakorlat. Macchita, magata, pranam, odayanta, parasparam, a katajantas csavám nityám, tusjánticsa, ramanticsa. Ott már majdnem prajodzsana is. És akkor mondja, akik ezt megértenek, ugye első versben, akkor elkezdenek szolgálni, és akkor a kilencedik versben mondja, hogy hogyan szolgálják. Hogyan szolgálják, hogy macchita mangata prana, ugye teljes elmével, tudattal, csitta, gata prana, az egész ön mindenüket szánják a szolgálatára. Bodhayanta parasparam. Valamikor mondják úgy is, hogy prédikálnak róla másoknak, vagy egymás között beszélnek. Bodha, ez azt jelenti ébreszteni. Ébresztenek egymást, segítenek. Éj, Prabhu, figyelj, ne felejtsd el, hogy nekünk gyakorolnak kell a bhakti jóga, ez a Bodhayanta parasparam. Kathayantas, csamam nityam. És mindig nitya, ugye, nitya. Lehet mondani, nista szint. Ugye ez egy nista szint éri el, ugye ez a szilárd odaadó szolgálatnak a szintjét, gyakorlatot. És igazából, hát most nem kavarok be én már inkább ezeket a nista meg, ahogy hívják meg. Ebből szempontból is lehet nézni négy slokát, hogy melyik szinten van, hol van az aszakti, nista, meg ilyenek. De most megyünk szambandába, ide prajodzsana. És akkor igen, a gyakorlat akkor az, hogy minden teljes önvalót szánjak annak, hogy Krisnát szolgáljanak, beszélnek egymással, segítenek egymásnak, nagyon udvariosan, kedvesen, és
mindig, kathajántos sem amnitja, mindig beszélnek Krisnáról. Mindig próbálnak. Ahogy csak van egy kis idő, akkor leülnek, és akkor Krisnáról beszélnek. És akkor ott van az eredmény. Mi az eredmény? Tusjánticsa elégedettek lesznek, és Ramanticsa is boldogok lesznek. És ez a formula, ugye, hogyha valaki mond nekünk, panaszkodik, boldogtalan vagyok, akár anyagi világból kész vagyok, lehet mondani, ez természetes. Az, hogy te nem vagy elégedett, és boldogtalan vagy, ez természetes. Mert anyagi világban ez lesz. Dukhalájama sásvata, mindig csak szenvedés lesz. De hogyha valaki a bhakti jogát szolgál, először kell sokat hallani. Szóval ahhoz, hogy legyen valaki itt már elégedett és boldog, akkor először szambanda gyán kell. Jó kell tanulni és megérteni, én vagyok lélek, anyagi világ, ez egy ideglenes, és Istennek a tulajdona, és vele érdemes kapcsolatot építeni. Utána csak jön a szolgálat, bhakti jóga, és akkor lesz a tusjánticsa, ramanticsa. Következő vers, most hol van itt? 9-10. Ugye a szanszkrit puskázok egy kicsit. Te samsatata yuktanam, bhajatam prithvi purvakam, dadami buddhi yogam tam, yenam amupayantite. Na ez a tizedik, rögtön a 11-et is elolvasom. Ez a két vers, ez a kettő vers, az prayojana, ugye eredmény. Hát milyen eredmény éri el valaki, aki Krisnát szolgál? És akkor itt mondja, hogy mind a kettő, ugye az egyikben, tizedikben mondja, hogy de dami buddhi yogam tám, ugye buddhi yoga, hogy én fogok adni intelligenciát. Ugye, hogyha még valakinek kevés, egy kis egy saját intelligencia kevés, de őszintén szolgálja, és de kevés, hogy ő maga saját intelligenciától eljöjjön Krisnához, Krisna megadja azt az intelligenciát, hogy tudjon őt közelíteni. De ez már viszonyok. Szóval itt már ez az eredmény, itt már Isten viszonyul. Ez már nagyon értékes és nagyon komoly dolog, mikor Krisna kezd vállalni felelősséget baktára, aki bakta vállalja felelősséget Krisnára, hogy bakta jogát gyakorol, akkor ő is viszonyul. Ugye, és utána ugyanúgy itt van, még mélyebb dolgok vannak, ugye. Te sem evanukarpantam, aha magyana jamtama. Ugye, hogy én el fogok oszlani a tudatlanságot neki, és nasajamatma bavasztó, gyána, dípena, baszvata. Azt mondja, hogy akkor én eloszlok neki a tudás lámpásával a minden a tudatlanságot. Vagy felvilágosítom. Itt már itt ezen a szinten már arról van szó, hogy Krisna belép az életébe baktának, és vonzva lesz az odaadó szolgálata. Ugye, hát itt már bhava prema szintek vannak igazából, ez az utolsó versek, és Krisna vállalja, vonzva van, és vállalja a felelősséget, és szeretne segíteni a baktának. És akár szolgálni akar, mint viszonyulni, mint például Raghunath Das Goswami, amikor egyszer meditált, ugye, már régen Vrindávánban, amikor szádok meditálták, akkor csak ott kint leültek, tűző napon is meditáltak. Nem volt semmi kis meditációs ilyen kutiruk. És Raghunath Das Goswami, amikor leült és meditált,
pont erre ez, ott Sanatán Goszvámi vagy Rupán Goszvámi sétált, és látta, hogy tűzünapon, mert ő ennyire ugye odaadta, átadta magát Raghunadas Goszvámi Krisnának, ennek a szolgálatának, hogy már Krisna vállalta a felelősséget gondoskodni róla, nem is Krisna, hanem Srimati Radharani, amikor ment Rupa Goszvámi, akkor látta, hogy Raghunadas Goszvámi meditációba elmerült, és ott valamilyen odaadó szolgálatot végez, és fölötte áll Srimati Radharani, és a szárinak a darabjával így árnyékolja a fejét a naptól. Közben izzadt, és folyik róla az izzadság, és akkor nagyon mérgesek voltak ott a Rupa Sanatan, és mondták, ezt ne csinálj, hogy te. Mi történt, mert nem is tudtam. Hát miért? Srimati Radharanit kényszerítesz, hogy téged szolgál. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy mi szolgáljunk Radha Krishnát, nem ők minket. Na ez a szint, ez a prajojana, hogy Krishna vagy Srimati Radharani, ő már annyira viszonyul a baktáknak. Szóval ez a gyáne, dipene, annak van ezek a további végtelen variációk, ugye, amikor már Krishna akar viszonyulni. Az csak egy dolog, egy lépés, amikor szétlossza a tudatlanságot, minden karmát, meg minden, de annál van ilyen dolgok is. Ugye, máskor, mikor Raghunadas Goszvámi meditált, akkor megint jött szerintem Sanatán Goszvámi, vagy Rupa Goszvámi, nem emlékszem. Ő jött, és Radha Kundnál volt. És látta, hogy ül Raghunadas Goszvámi, és Tigris eljött inni vizet, és Krishna ott áll, Tigris és Raghunadas Goszvámi között, és védi Tigristől, hogy Raghunadas Goszvámi tudja meditálni. És most hallottam egy ilyen variáció, nem tudom, hogy minden, hogy mikor akarta szólni Raghunadas Goszváminak, Sanatán Goszvámi, mit csinálsz, akkor Krishna, hogy meditáljon. Szóval ezek a kapcsolatok. Végül utána, mikor látták, hogy Krishna akkor is fog meg Radharani jönni őket védeni, akkor úgy tudták megoldani, hogy ne szolgáljon Krishna senkit, akkor elkezdtek építeni kis kunyhókat, ugye ezeket a bhajan kutírokat. Ezt a Raghunadas Goszváminak először kellett felépíteni. Hát így röviden a csőtor slokáról, így, hogy lehessen megemészteni. Köszönjük valakinek ehhez kérdés, hozzáfűzés. Köszönjük szépen. Akkor elolvassuk, még van egybekezdés ebből a versből, ebből a 9. vagy a 11. versből. És ez az utolsó bekezdés, ez így hangzik. Annak következtében, hogy sok-sok millió születés óta áll kapcsolatban az anyaggal, az ember szívét belepi a materializmus pora, ám ha hozzákezd az odadó szolgálathoz, s örökké a Hare Krishnát énekli, hamarosan megtisztul, és eljut a tiszta tudás síkjára. Vishnut a legfelsőbb célt egyedül ezzel az énekléssel és az odadó szolgálat által lehet elérni, nem pedig elmebeli spekulációval vagy vitával. A tiszta baktának nem kell aggódnia az anyagi életszükségletek miatt, mert ha a szívében szétoszlott a sötétség, akkor a legfelsőbb úr, aki nagyon örül a bakta szerető odadó szolgálatának, ellátja mindennel. Ez a Bhagavad Gita tanításának lényege. A Bhagavad Gita-t tanulmányozva az ember képessé válik arra, hogy teljesen meghódoljon a legfelsőbb úr előtt, és tiszta odadó szolgálatot végezzen neki. Az úr visel rá gondot, s így megszabadul minden materista törekvéstől. Itt az egyik dolog, amit kiemel ez a rész, hogy Krishna igazából a fenntartó
És hogyha egy bakta meghódol Krisnának, akkor a baktának nem kell külön aggódnia a fenntartása miatt. Mert igazából Krisna fenntart mindenkit. A materistákat is Krisna tartja fent, a baktákat is, vagy a híveit is szintén fenntartja Krisna. Itt felmerül a kérdés, hogy mi a különbség a között, hogy Krisna fenntartja a materistákat is, és mi a különbség a között, hogy Krisna fenntartja azokat a híveit, akik tiszta odaadó szolgálattal szolgálják őt, mert Krisna úgy néz ki, hogy mind a kettőjüket fenntartja. Mégis mi a különbségek között, a kettő között? Valakinek ötlet? A bakta az tudja, hogy kapcsolatban Krisnával. Igen. Mint a matikaista, nem igazán van tisztában ez a dolog. Igen. És sokszor kétségében vannak, hogy egyetem létezik Krisnával, hogy kitartja. De azt gondolja, hogy saját magát tartjuk. Aha. Tehát, hogy mondom, a tudásban már eltérődik. Igen, van különbség a tudásban. Igen. Aztán a fenntartással kapcsolatban még ami nagyon fontos különbség, ugye amikor valaki nem hisz a legfelsőbb szemében, és csak önmagát hiszi a forrásnak, vagy a minden, ugye vannak emberek mondják, hogy én a saját erőfeszítésem által tudom fenntartani, a két kezemmel kerestem meg mindent, ami van. Itt a kérdés az, hogy jó, de ki adta neked a két kezet? Ki adta neked az intelligenciát, amivel meg tudod keresni a kenyeredet. Ugye, hogyha csak egy földművesről van szó, hogy valaki elülteti a magot, oké, de honnan származik az a mag, amit el tud ültetni? Ezt nem ő csinálta, azt már vette valahonnan. Honnan származik az a föld, amiben beletette azt a magot? Honnan származik az az eső, az a víz, ami megöntözi azt a magot? Honnan származik a nap, ami beírleli a gyümölcsöket, és onnan származik az az intelligencia, hogy mit kell csinálni azzal a növénnyel, hogy az teremjen. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy minden csak természetesen történik, de nem természetes, hanem a legfelsőbb személy elrendezései vannak a háttérben, és amikor valaki tudatos erről, akkor nem fog aggódni. De hogyha valaki elfelejti a legfelsőbb urat, akkor nagyon sok aggodalma lesz, és amit kihangsúlyozza a Bhagavad Gita, hogy aki elfelejti Krisnát, Krisna őt is fenntartja, de úgy fogja megkapni a fenntartásához szükséges dolgokat, hogy közben fog aggódni. És amikor valaki függ Krisnán és bízik Krisnába és tudatos Krisnáról, akkor is megkapja azt, ami szükséges a fenntartásához, aggodalom nélkül. Igazából ez a választásunk, hogy aggodalom nélkül, vagy aggodalommal együtt szeretném megkapni, ami szükséges a fenntartásunkhoz. Ki melyiket szeretné? Aggodalommal együtt, vagy aggodalom nélkül szeretnénk megkapni? Aggodalom nélkül. Igen? Igen, ez szerintem spekulálás, hogy valaki próbálja kitalálni, hogy milyen az anyagi világ, és csak a saját elképzeléseit próbálja kivetíteni. De mikor a Krisna könyvből, vagy a Srimad Bhagavatamból hallunk a lelki világról, akkor ott nem unatkoznak, ugye Krisnának a kefteléseibe a bakták, az nem, hogy
nem tudják már mit csináljanak magukkal, és akkor már szétunják magukat, hanem nagyon izgalmas a... Ez most csak egy érdekes dolgot szeretnék hozzátenni, hogy ezt olyan embertől hallottam, aki mitoszkutató, hihetetlenül ismeri a világot, mitológiát. Azt mondta, ezt nem hiszem el, jó? De egyébként, amit említett az elején, Himmler? Aha. Ezt egy örömmel azt olvastam, hogy a Bhagavad Gita nélkül soha nem lehet. Nem értem, nem értem. Szerintem, hogy tényleg én nem tartom arra, hogy magas képességben belátom, de olyan egyszerű világosan látszik, hogy totál ellentétes dolgot csinál, mint ami ott van írva. Úgy lehet ragaszkodni ehhez, és annyira látom ezek a dolgokat, most nem kérem rá választ, de igazából nem tudom felfogni, hogy nyilvánvaló dolgot, hogy nem veszek észre. Amúgy, mert nem volt egy tanítványi láncfot, aki elmagyarázza neki. Ugye lehet, hogy ott volt nála Bhagavad Gita, és olvasta a Bhagavad Gita-t, de nem értette meg, hogy miről szól a Bhagavad Gita. Prabhupád mondja, hogy a szakértőktől kell hallani. Ez ugyanúgy, hogy most idehoznak nekünk egy orvosi könyvet, mondjuk a műtét sebészetről, és mi egymásnak megmagyarázunk, vagy egy sebész, aki szakértő, akinek van tapasztalata, és ő megmagyarázza. És a védák, vagy Bhagavad Gita, az még rejtélyesebb, és itt Prabhupád ragaszkodik sokszor, hogy a szigorúan csak szakértő, a bhakta. Bhakta tud magyarázni Bhagavad Gita. A Himmler ügyibe az volt, hogy igen, nem értette valamit, de valamit értette, hogy áriáknak van igazok, és akkor azt gondolta, hogy ő az áriá. Érted? És akkor neki igaza van, ő a szent háborút fog nyomni, mert az áriáknak kell a földön maradni. Tudod? És amikor így a demonikus, ahogy mondják, a duskrita elme van, akkor te azt gondolod, hogy neked igazad van, és te értesz Bhagavad Gita. Rólad szó. Te vagy az áriá. És akkor itt le kell mindenkit darálni, és mindenki a áriákat szolgálja, mert ők a Istenek a barátok, az áriák. Ez elgálló egyébként, mint abba kérlek, hogy egy köztük, hogy egy fajról az, hogy az áriára megfaj. Így van. Nem tudom, hogy ez nem faj. Ez nem faj. Ez egy tudatosság. Az ária az, aki ismeri, tudja, mi az élet célja, az az ária. Ki ismeri az élet célját. Ők pedig összekevertik a fajjal. Visszatérve még egy pár mondat erről a ugye fenntartásnak a kérdéséről, hogy van egy nagyon érdekes történet, amit Chaitanya Mahaprabhu mesél el a Chaitanya Charitamritában. Sanatan Goswaminak, ez Mrigarinak a története. Szerintem már a bakták hallották, ugye Mrigari, ő egy vadász volt, és kínoszta az állatokat, nem csak megölte őket, hanem félig megölte, és akkor kínoszta őket, szerette látni, hogy kínlódnak. És akkor egyszer arra járt Nárada Muni, és látta, hogy kínozza ezeket az állatokat, és nagyon megsajnálta az állatokat. És meg észrevette, hogy Mrigarit oda ment hozzá, és akkor kérdezte tőle, hogy miért kínozod ezeket az állatokat, miért nem ölöd meg inkább, miért félig megölöd, és akkor ezt csinálod velük. És mondta, hogy engem az apám tanított erre, és nagyon-nagyon élvezem, hogy látom ezeket az állatokat kínlódni és szenvedni. Nárada Muni gondolt, hogy húha, ez egy nagyon súlyos eset, nem, hogy csak kínozza az állatokat, de még ezt élvezi is. És akkor megkérdezte tőle, hogy hát nem félsz a pokoltól? És Mrigari mondta neki, hogy hát nem félek tőle, mert nem tudom, hogy mi az. És akkor Nárada Muni, hogy megmutassa neki, akkor egy misztikus vízióban megmutatta neki, hogy hogy néz ki a pokol, hogy azok az állatok, akiket ő kínzott, akkor már csak arra várnak, hogy elhagyja a testét, hogy akkor visszaadják neki azt a sok szenvedést. Ugye egy YouTube csatornát megnyilvánított neki az akkori technikai szinten, amit ő meg tudott csinálni, és akkor megmutatta, adott neki egy víziót, egy betekintést. És akkor Mrigari nagyon megijedt. És amikor Mrigari megijedt, akkor kérdezte Nárada Munitól, hogy tudnál-e nekem segíteni abban, hogy akkor megmeneküljek ettől. És mondta Nárada Muni, hogy igen, tudok neked segíteni, hogyha
követed az utasításaimat. És akkor Mrigari annyira megért, hogy mondta neki, hogy igen, fogom követni az utasításaidat. És akkor mondta neki Narada Muni, jó, az első utasításom, hogy törd el az ujjadat. És akkor itt Mrigari majdnem szívinfarktus kapott, mert ugye ez volt a megélhetésének a forrása, ebből tartotta fenn a családját, és gondolt, hogy én összetöröm az ujjamat, miből fogok megélni. Ugye itt ennél a témánál vagyunk. És akkor, amikor ezt mondta Narada Muninak, Narada Muni kicsit gondolkozott, hogy ez a Mrigari azt hiszi, hogy a vadászatból él meg. De igazából mindenkit az Istenség legfelsőbb személyisége tart fent, és a hivatás az csak a csatorna, amin keresztül elküldi a megélhetéséhez szükséges javakat. És hogyha ez a Mrigari választ egy másik hivatást, akkor a másik csatornán keresztül fogja Krisna elküldeni azt, ami az ő fenntartásához szükséges. És akkor itt ezen gondolkozott Narada Muni, és akkor csak azt mondta Mrigarinak, hogy ne aggódj, én majd küldök neked mindent, mert látta, hogy Mriganinak volt hite benne, és akkor Narada Muni nem bonyolította még, túl mondta, hogy majd én küldök neked mindent, ne aggódj. És akkor utána mondott még neki még két utasítást, hogy énekeld a Hare Krishna Maha mantrát, és imádj a Tulasi Dévit. Ezt a három utasítást adta neki, és akkor Mrigari eltörte az íját, és akkor hazament a feleségéhez, és mondta neki, hogy akkor most ezentúl másképp fogunk élni, és akkor kiköltöztek a faluból az erdő szélére, és akkor elkezdték a lelki gyakorlatukat. És nagyon nagy híre lett annak, hogy ebből a bűnös vadászból egy szent bakta lett, hívő lett, és elkezdtek hozzá járni az emberek, és ugye amikor valaki elmegy valakihez vendégségbe, akkor vittek neki egy kis gyümölcsöt, vagy gabonát, tejet, vagy amire éppen szüksége volt, de sokkal többet vittek neki, mint ami kellett volna, de Mrigari csak annyit fogadott el, amennyi kellett neki, és akkor a többit akkor visszaküldte. És egyszer Narada mindig gondolta, hogy ellenőrzi a tanítványát, hogy csinálja a dolgokat, hogy követi az utasításokat, és eljött a barátjával, Parvata Munival, hogy leellenőrizze őket. És amikor Mrigari meglátta a lelki tanítómesterét, akkor akarta ajánlani a tiszteleteljes hódolatát, így dandavat, mint teljes testet, és akkor észrevette, hogy hangyák vannak előtte a földön. És akkor nem akart összenyomni a hangyákat, és akkor a csadarjával elsöpört egy kicsit arrébb a hangyákat, hogy ne legyen bajuk, és akkor úgy ajánlotta a hódolatát. És amikor ezt Parvata Muni látta, akkor mondta, hogy itt volt ez a vadász, aki korábban abban lelt örömét, hogy kínoszta az állatokat, és most még egy parányi hangyának nem tud szenvedést okozni, ez a te nagy hatalmad, ez a szennév hatalmad, hogy még egy nagyon leesett szeméből is, ugye Mrigari ez a tudatlanság, ugye nem nagyon keveredett a másik két kötőerővel, akkor még a tudatlanság mélyéről is valakit el tud hozni a transzcendentális szintre. És így dicsőítette Narada Munit és a odadó szolgált folyamatát. És ennek a történetnek több tanulsága van. Az egyik, hogyha valaki legyen bármilyen eleset, hogyha van egy szakértő lelki tanító mestere, akkor fel tud szabadulni még ő is. A második nagyon fontos, hogy ugye itt van a fenntartás, hogyha valaki elkezdi gyakorolni a lelkiéletet, hogy jó, akkor lehet, hogy nem úgy fog élni, mint az előtt. De bennünket nem a hivatás tart fent, vagy nem az anyagi energia tart fent. Krisna tart fent mindenkit a hivatásán, vagy az anyagi energián keresztül. És amikor valaki ezt nem felejti el, akkor nem fog aggódni. Mert hogyha én próbálom Krisnát szolgálni, Krisna nagyon hálás. Hogyha szolgálunk, vagy csinálunk valamilyen, segítünk egy olyan személynek, aki nagyon hálás, akkor az a nagyon hálás személy nem fog bennünket cserbehagyni, hanem ő akarja ezt viszonozni. És Krisna nagyon-nagyon hálás, hogyha valaki egy lépést lép felé, akkor 100 lépést lép felénk. Tehát, hogy nem kell aggódni. Ugye az aggodalom az gyakorlatilag a tudatlanság miatt van, és gyakorlatilag az egész Bhagavad Gita ugye ezzel kezdődik. Ezzel kezdődik, hogy
Dhritarashtra Maharács felteszi a kérdést, hogy mit tettek fiaim és Pándu fiai a kurukshetrai csatamezőn? Ez egy nagyon érdekes kérdés, még azt hiszem, pont Bhakti Pád Prabhu mesélte. Meséld el, hogy ez mit jelent ez a kérdés. Ez a legelső vers. Most miért gondolsz pontosan? Tudod, több hogy a Dhritarashtrának az elme állapota, hogy ugye ebből indul ki a Bhagavad Gita. Uh-huh. Igen, hát úgy kezdődik, igen, hogy ő elkezdte aggódni, még nem kérdezte. A kérdés előtt történt az egész. Előző nap, mielőtt kezdődik Bhagavad Gita elbeszélése, akkor már Dhritarashtra már érezte, hogy itt háború már nem kerülhető el, és csak a palotájában öde-ide járkált, és nem találta a helyét magának. És ebben a pillanatban megjelent a Vyasadev, ugye az ő apukája, és a védikus írásoknak a editora. És Vyasadev megjelent, és akkor mondja neki, apám, most mi lesz? És akkor Vyasadev mondja neki, hát mi lesz? Minden fiat meg fog halni. Hogy? Miért? Ki a hibás? Miért ez történt? És akkor mondta neki Vyasadev, hát hibás te vagy. Mert amikor a te fiat, a Duryodhan, aki legaktívabb volt, mindig neki valami intriga volt a fejébe, és általában a védikus korban, hogyha apja nem engedi, akkor fia nem lép. És te mindig csendben maradtál. Engedtél is, szóltál szankciókat, vagy csendben maradtál, és ő követte el ezeket a bűnöket, és ezek a tetteket, ami csak hergeltek a helyzetet, hogy most meg lesz a háború. És holnap visszacsapás lesz. Minden, ami borzalmas dolgokat megtette a te fiad, az összes más fivérevel együtt, holnap mindenki meg fog halni. Vagy holnaptól jön a háború, és utána meg fognak halni. És én most megádlak téged, mondta Vyasadev, hogy te vak voltál egész életben, de most akkor megadom neked a szemet, és akkor lásd meg, hogy hogyan elveszítesz a fiaidat. Dhritarashtra fogta a fejét, mondta, úr, apám, ne tedd meg velem ezt, én egész életben vak voltam, és most megkapom a szememet azért, hogy megnézem, hogy hogyan elesnek a csatába a fiaim, ez nem. De értette, hogy most valami neki is jár, bünti. És akkor mondta, hogy ha akarod, apám, hogyha szeretnél, hogy én tudjak, hogyan halnak meg a fiaim, akkor ne lássak, de halljak róla, az jó, azt bevállalom. És akkor mondta Vyasadev, jó, akkor én küldök hozzá a tanítványomat, a Sanjayát, akit fel fogok hatalmazni, ott fog melletted ülni a te palotádba, és ő mindent fog látni, mi történik a csatatéren Kurukshetrán. Nem csak látni fog, hallani fog, mit beszélnek, sőt, tudni fog, mire gondolnak a résztvevők. És akkor ő fog neked mesélni. Facebook Live lesz, még sokkal jobb, mert Facebook Live csak ezt adja át. De a gondolatainkat még nem. Még ennyire nem fejlett. És akkor megjött a másnap. Bhagavad Gita Facebook Live. Igen. Keresztül jött el. Igen, az volt a live, csak sokkal fejledebb live. Mert még gondolatok, érzelmek, mindent át lehetett adni. Ugye? És akkor megjött akkor a következő nap, és akkor ott ül Dhritarashtra Sanjayával, és kérdezi, hogy Dharmakshetra, Kurukshetra, Samaveta Yutsava, Mamaka Pandavascheva, Kima Kurvata, Sanjaya. És itt kezdte mondani, hogy mit tették az én fiaim és a Pandu fiai. Szóval, és akkor itt mutatja a hamis egóját, hogy védikus korban nem volt olyan, hogy az én fiaim
és az én testvérem, édes testvéremnek a fiai. A védikus korban úgy volt, hogy akkor nem mondták nagybátya, a nagybátya, no, apa, mert ugyanolyan kapcsolat volt. És szóval nagyon szoros volt, és azért az én öcsémnek, bátyámnak a gyerekei, ez az én gyerekeim. És mikor én már mondom, az ő gyerekei, az azt jelenti, hogy itt nagyon komoly probléma van, nagyon nagy komoly megkülönböztetés van. És ugyanakkor ez az egyik volt, ugyanakkor nem tudta pontosan, hogy most, hogy értette, hogy a Kurukshetra, ez egy prabhu, Kurukshetra szent hely. És gondolta egyik oldalról, hogy ott vannak a szent helyen, és egyik szempontból gondolta, hogy hatás lesz rá a gyerekekre, a fiaira, már nem nagy gyerek, nem gyerekek voltak, hanem 120 évesek voltak, ugye, körülbelül, a pándok meg a kuruk, hanem gondolta, hogy lesz, hogy hatás lesz a szent hely rá, vagy akkor békeség lesz, mert akkor ugye kijönnek oda a pándok, és akkor szent hely, és akkor átgondolnak, és akkor nem lesz háború. Vagy Durodán hatása alá kerül, és nem lesz háború, és odaadja a királyságot. Vagy a szent hely inkább fogadni egy hatását a pándoknak, kedvezőséget, mert ők a jámborok, a fiai bűnösek, és akkor legyőznek őket. És akkor így nagyon nagy kétségbe volt, nem tudta, hogy mi fog történni, de fő dolog, hogy ez a harc, vagy ez a hamis ego megmutatja már, hogy mi lesz a vége. Hogy mivel ő demonikus mentalitást nyilvánítja, az én fiaim és a ő fiai, akkor itt Krishna fog segíteni. Ugye, és főleg, hogy ez a szent hely, az Prabhupád magyarázatban is mondja, hogy ez egy szent hely, ugye ennek a Kurukshetrának ugye régen a neve volt a Samanya Panchaka. Ugye. És egyik alkalommal Kuru király, ugye, aki az egész dinasztiának az alapítója, Kuru király, ő azt szerette volna jóságot, jót, vagy mondjuk így kedvezőséget teremteni az egész emberiségnek, a Földnek. És ezért egy áldozatot végezte a Samanya Panchaka a mezőn, és ez az áldozat az ilyen, mert több áldozat van, van a lóáldozat, van tűzáldozat, de van olyan áldozat, mikor szántanak a mezőt speciálisan, van egy speciális szántás. És ő szántást végezte, és is ráadásul azt mondod ki így el. És ő egy király volt, ugye, aki darmát követem, mert királynak kell végezni ilyen jagjákat, áldozatokat, és akkor elkezdte szántani, nagyon-nagyon elszánt volt, hogy szántson. Elszántott. Mert minden egész Földnek jót akartak, lakóknak, embereknek. És akkor Indra, aki Indra Lokan ült, elkezdte aggódni. Ajaj. Valami nem tiszta itt. Biztos az én trónusomra pályázik, biztos akar megcsinálni ezt a kis szántás, áldozatot, darmát, és meg fog erősödni, és akkor engem majd lelöki. Beizgult az Úr Indra, alaszállt, próbálta leállítani, de nem állt le. Én gondoltam, akkor ez biztos, hogy nem akar megállni, próbált neki megígérni ilyen-olyan dolgokat, de látta, hogy a Maharajot nem lehet megállítani, a Kuru királyt, szóval fogta, levágta a kezét neki. És akkor Kuru Maharaj király mondta, köszönöm szépen, hogy a buddhisták egy kézzel, és szántotta tovább. Valahogy
annyira határozott volt, hogy félkézzel tudta szántani, akkor Indra megértette, hogy igen, ő nem ezért csinálja, hogy engem akarja ledönteni, és akkor vissza neki adta a kezét, ugye Indra fel van hatalmazva ilyen dolgokra, és megadta az áldását, és akkor ezért a Samanya Pancsaka mezőt elkezdtek, átnevezték Kuru Kshetrának, ugye Kuru királynak, Kuru Kshetrának, vagy meg a Dharma Kshetra, mert a király ott a dharmát végezte, ugye a szent kötelességét. És ezért ez a hely mai napig óriási erővel rendelkezik, kedvező, meg minden más. Na, aki ott meghal, az tud, vagy mennyei ország, vagy inkább lelki világba is tud menni. Ez mai napig nagyon erősen hatással van, és ettől is félt a Dhritarashtra, hogy ez most milyen hatása lesz. De még egy utolsó, hogyha... Na ugye mindenki hallotta, nem tudom, ti már meséltem-e nektek, de ugye nagyon sokszor hallottam, hogy Bhagavad Gita tökéletes. És Prabhupád már mondja magyarázatban, hogy a Bhagavad Gita, az első versenek magyarázatban mondja, hogy Bhagavad Gita annyira tökéletes írás, hogy már az első versből ki lehet deríteni, hogy mi lesz a vége. És ott magyarázza, ugye, hogy itt vannak a gazok, ugye azt mondja a Dharma Kshetra, ugye a szent mező, és a mezőn mit szoktak csinálni? A gazokat kihúzgálnak, és megmaradnak csak hasznos növények. És mondta, ez a szent háború, ezen a Kshetran, Dharma Kshetran, Kuru Kshetran, ott a gazok ki lesznek húzgálva, meg fognak halni, és megmaradnak a hasznos növények, a bakták. És akkor én elkezdtem gondolkozni. Ilyen kis merész gondolatom volt. Hát, hogyha már ennyire tökéletes a Bhagavad Gita, hogy első versből már lehet tudni, hogy mi lesz a vége, akkor merészkedni, gondolni, hogy lehet, hogy akkor az első szóból is kell, hogy legyen ugyanaz, megértve, hogy mi a vége. Ki tudja, mi az első szó Bhagavad Gitába? Dhritarashtra. Óvács, ez második szó már, Dhritarashtra. És megnéztem, hogy mit jelent Dhritarashtra. És neki van három jelentősége. Utána megmondom, hogy érdekeséget még. És az a lényeg volt, a Dhritarashtra azt jelent Dhritarashtra, aki kapaszkodik a királyságba. Ugye Dhrita, fogni. Rashtra, királyságot. Kapaszkodik, ragaszkodik nagyon. Akkor Dhritarashtra azt is jelenti, aki fenntartja a királyságot, az a király. És a Dhritarashtra azt jelenti az, aki előkészíti az egész dinasztiának az elpusztulását, így, vagy elpusztítását. És akkor már a Dhritarashtra szóban megvan, mi lesz a Bhagavad Gita-nak a vége. Vagy el fog pusztulni az ő dinasztiája. Ugye ez a... De, és ezért érdekes a másik, hogy régen a neveket nem a Pistike legyé, vagy Józsika legyé, ugye nem így adták régen a neveket, hanem meghívták az asztrológust, ő megnézte gyereknek a karmáját, ugye, meg is mondta, és amikor nevet adta, a nevében ott volt a karma. Ez a Dhritarashtra, ez nem olyan név, ami csak úgy puff, most félreesett nekem a tégla, és akkor adok ezt a nevet, hanem ez egy karmát, az egész karma élet térképét beletartalmaz egy név. És egy ilyen érdekes, ezért Bhagavad Gita tökéletes. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nem tudom, lyukat mondtam. Van valakinek esetleg? Igen. Lehet, hogy gétből mondtad ezt, hogy az 120 éves és hetje édesek, hogy csak arra, hogy felfelel az édesek voltak. Krishna már 125 éves volt. Tényleg annyi idősek voltak. Azért kérdezem, hogy például a programban az, hogy egy Bhishma volt 90-valahány éves. Nem. Tehát a főnek jó volt. Ő még egy kicsit arrébb volt. 125 éves Krishna volt.
Igen, ezekkel nincs a bajom, tehát de most azt mondja, 125 éves volt és ha jól tudom, akkor távozott rá. Nem akkoriban távozott rá? De. Na, de most például volt a csata, akkor én nem tudom, hogy jól tudom, hogy jól olvastam, de azt mondja, amikor vége volt a csatában, Krisna még nem ment el. Nem tudom, hogy ott még volt egy olyan. Nem. Nem ment. Nem. Később. Az később ment el. Sokkal később ment el. Hát valamennyivel később. Valamennyivel később. Na most 125 vagy 95 szerintem úgyis a lényeg, hogy 15 évesnek nézett ki. Az biztos próba. Igen, de most plusz, mínusz 10 év szerintem nem számít. Jó, ez csak feljelentés. Igen, tehát, hogy idősek voltak, de abból a szempontból a Dvápara Jugában 1000 év volt az átlag életkor. Az előzők a Trétában 10 000, a Szatya Jugában 100 000. Most Kali Jugában 100 év az már nagy szám, hogyha valaki elér 100 évig. És még a Bibliában is van egy érdekes dolog, hogy ugye ott 5000 évvel ezelőtt volt, főleg az Ószövetség, az a két Juga találkozásánál volt. És volt, hogy ugye Agastyán az még valami 900 valahány éves volt, és ahogy jöttek a fiai, akkor egyre kevesebb, 800-700, Noé már olyan 600 valahány éves volt, és sokszor azt gondolják, hogy ez csak ilyen, nem hogy hasraütés, hogy ezek másképp számolták, nem, ez eddig ennyi ideig értek, mert ők pont a két korszak találkozásánál értek, és akkor így fokozatosan, mert ez, van egy átmenet, hogy megy át egyik korszak a másikba, és akkor az egyik korszaknak a jellemzői akkor átívelnek a másik korszaknak a jellemzői, és akkor azelőtt hosszabb ideig éltek az emberek, mert tisztában éltek, nem volt ennyi szennyezés, nem ilyen rossz minőségű ételeket ettek, tehát hogy akkor ételeket ettek, nem ilyen, mit tudom én, ételszínezékeket, meg ételízesítőket, hanem rendes ételeket ettek, és akkor más volt az emberi életkor. Jó, igen. Akkor neked még van valami esetleg? Hogy a Biblia az Kali Jugáról beszél. A Biblia nem beszél a teremtéssel létől, hanem a Bibliától. Van, most nem fogok belemenni, de van könyv. Ez nem tudom mennyire hiteles, de van olyan pár dolog a... Lehet, hogy Babisapurán. Nem, most Ádám, Éva, csak szanszkrit nevekkel van. Igen, Ádám és Éva, ez Babisapurán. Babisapurán, jó, csak... Na mindegy, de a Biblia beszél pont a Kali Jugáról. Mert akkor kezdetben pont voltak már ilyen ezeres évek. És akkor Krisna időben, igen, az ezeres években jöttek az emberek. Démonok, igen. Démonok használtak. A bakták nem. A bakták mindig tiszta úton gyerekeket. Nem, most összezavartak. Most a Ditarásra volt a 100 fél, az oké, hogy démonok is használtak. De a kettő volt, az nem démon volt. Yes. Ki volt? Ditarásra. Ditarásra volt, nem Ditarásra volt az apa eredetben. De a Dritarást. Jó, szerintem kevered a dolgokat. Jó. Mindegy. Bakták tiszta úton csinálnak mindig minden. Ez a különbség. Bakta és nem bakta. Jó. Köszönjük szépen akkor mindenkinek a figyelmét, vagy itt a templomszobában, vagy itt az interneten keresztül. Jövő héten folytatjuk Szentnév Istagostival, jövő hét kedden 3-7-től mindenkit várunk, vagy online, vagy offline. Köszönjük szépen, Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupád ki, Jai. Srila Rádha Sáma Szundar ki, Jai. Jai Nitai Góra Pilmi. Jai.